további vendége Pálffy István, a Parlament Kulturális és Sajtóbizottságának alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a Hír TV nézőit! Pontosan melyek voltak ezek az aggodalmak, amelyekre most választ kellett adnunk? Nagyon sokféle aggodalom volt, és mi, ahogy látszik, és minden aggodalom alap nélkül való, illetve olyan finomításokat érdemes csinálni, amelyek annyiban hangszerelik át a média törvényt, hogy egyébként egy demokratikus keretek között meghozott jó törvény, amelyik az Európai Unió audiovizuális irányelveinek megfelel, az legyen mondjuk úgy, hogy az európai konszenzuális demokrácia szokásaihoz közelebb eső. Tehát lényegében most ez erről magyarul mit jelent? Igen, elmondom magyarul is. Lényegében legyenek benne finomabb megoldások, amelyek többekkel vannak végigtárgyalva, hogy ha úgy tetszik, akkor hát valóban több konszenzust kíván meghallgatni véleményeket, kijelölni olyan partnereket, akik egy eljárásba, mondjuk egy személy kiválasztásába beleszólhatnak. Ilyen például a civilek bevonása a médiahatóság vagy a médiatanács elnökének megnevezéséhez. Ilyen lehet egyéb szakmai kritériumok felállítása, ami azt jelenti, hogy mondja meg a szakma, hogy egy-egy adott helyre milyen kritériumok, feltételek teljesítése mellett lehet valakit jelölni, fölvenni és azt kiválasztani. Igen, tehát ez egy finomítás, nincs lényeges a médiatörvény elvével, koncepciójával, vagy a mi szándékainkkal ellentétes megoldás ezekben a változtatásokban. Igen, akkor ez végül is azt jelenti, hogy bizonyos értelemben jogosak voltak az Európa Tanács észrevételei? Úgy kell fogalmazni, hogy az Európai Unió szempontjából nem voltak azok, megmondom, az audiovizuális irányelvek az olyanok, amelyeknek megfelelt a médiatörvény. Ha emlékszik arra a vitára, ami most már 2 éve ez ügyben zajlott, akkor ugyan volt néhány pont, amit az elején korrigáltunk. Az ugye az Európai Bizottsággal zajlott. Rögtön a bizottságnál. De nem az audiovizuális elvekkel kapcsolatos volt, hanem verseny. Felügyeleti kérdés például. Vagy ugye az Európai Unió... Tehát itt a téma volt más? A kifogásolt pontok? Nem. Az Európa Tanács eljárásokat kifogásolt, és azt mondta, hogy lényegében azt mondta, hogy lehet másként, lehet az európai eljárásokhoz közelebb, azokhoz igazodóbb módon, de ez nem jelenti azt, mondom még egyszer, hogy az, amit eddig csináltunk, hogy az alkotmány ellenes, vagy törvény ellenes, vagy a demokrácia ellen való lett volna, és mondom, az audiovizuális irányelveknek megfelelt. Tehát ezek érzékeny finomítások, és egyébként azt mondom, hogy már az akkori vitában, a parlamenti vitában is előkerültek, csak akkor túlléptünk rajta. Igen, de lehet, hogy az Európa Tanács most elégedett, bár én itt a különböző nyilatkozatokat olvasva, hogyha például arra gondolunk, amit Neelie Kroes médiaügyi biztos mondott nem is olyan régen, hogy ő bizony nem elégedett, akkor gyanítom, hogy ennek a csatának még nincs vége Magyarország, illetve az Európai Unió között. Neelie Kroes nem sikerült meggyőzni. De gondoljunk arról, hogy lehet, hogy Neelie Kroes igazából Jaglandorral vitatkozik, nem velünk. Ugyanis mondom, a helyzet az, hogy mi vagyunk, és amíg ez a vita zajlik, nem kerülünk le az Európai Bizottság porondjáról. Igen, de mindenki a maga szemét dombján kakaskodik, ez így van az Európai Unió esetében is, meg a tanács esetében is. És lényegében a kettőjük vitáját látjuk, mi megfelelünk most már Európa Tanács szűkebb értelemben vett kritériumainak is, és az Unió korrekt audiovizuális irányelveinek is. Na, tehát most már, ahogy úgy mondjam, a kényeseknek is, meg a jogkövetés is rendben van. Ez biztos, mert például akkor mondjunk erre egy példát. A kinevezési jog innentől kezdve nem a miniszterelnököt illetné, hanem ugye a fideszes kötődésű köztársasági elnököt. Ez már megfelelne az Európai Bizottságnak? Ez rossz gondolatmenet. Nem azt mondtam, hogy az öné a gondolatmenet, hanem aki ezt megfogalmazza, ha Kroes, ha bárkinek hívják. Mert nem arról van szó, hogy ki fideszes és ki nem. Eddig se az volt, hiszen a kétharmad az máshogy is összeállhat. Hiszen az előző eljárásban is egy kétharmados választás esetén jelölte ki a média tanácsban résztvevő személyeket. Ez később is az lett volna, a kétharmadot más arányban is összeállíthatják majd pártok egyszer. Itt másról van szó. Egyszerűen arról, hogy
hogy lényegében behoz az eljárásba, mondom, olyan szereplőket, akik egyébként a magyar alkotmányos rendben, az alaptörvény szerint egy független igazgatási intézmény kinevezésében szerepet játszanak. Ez eddig a miniszterelnök volt, ez most átkerül az államfőhöz, vagy átkerülhet, nem vagyunk a dolog végén, ugye ez a javaslat. Erről ugye most a tavaszi ülésszakban dönt majd az országgyűlés. Az volna célszerű, igen. A Riporterek Határok Nélkül nemzetközi újságíró jogvédő szervezet szerint romlott a sajtószabadság helyzete Magyarországon 2012-ben. Na most, hogyha az Európai Tanács pozitív véleményét nézzük, akkor ez hogy fordulhatott elő? Mondom, tehát egész biztosan velük vannak vitában, nem velünk. Ugyanis a médiatörvény különböző módosításai egyrészt elsőként megfeleltek az Unió bizottsága követelményeinek, majd megfeleltek a Magyar Alkotmánybíróság által támasztott követelményeknek, megfeleltek különben szakmai elvárásoknak is, mert volt olyan módosítás, amit nem annak érdekében tettünk meg, hogy bárki is kiabált volna ránk. Harmadrészt most már a tanácsnak is meg fognak felelni. Nehéz a Riporterek Határok Nélkül kívánalmait értelmezni. Tehát azt hiszem, hogy ők is ki akartak adni egy jelentést, és csak erről van szó, hogyha megnézzük azt, hogy hány olyan esetleg kontroverz ügy van Magyarországon, az egyetlen klubrádió kivételével, amelyik mondjuk nemzetközi viszonylatban valamiféle értelmezést nyer, akkor ez nem hiszem, hogy a sajtószabadság helyzetének a romlását jelenteni. De például a klubrádió ügye megoldódott, és ez ugye kapcsolódik bizonyos szállal az előző témánkhoz is. A klubrádió ügye egy hatósági ügy, amihez hála jó Istennek a képviselőknek és a kulturális bizottságnak az ég a világon semmi köze nincsen. Uh-huh. Amihez viszont van a KDNP-nek elsősorban, hogy hamarosan benyújtják az országgyűlésnek a magáncsőd intézményéről szóló törvényjavaslatot. Erről mit tudhatunk? Pontosan egyáltalán mit jelent a magáncsőd fogalma? Használjuk a családi csődvédelem kifejezést. Uh-huh. Ez nagyon röviden egy olyan családi csődbiztos alkalmazását jelenti, akik meggyorsítják azt a folyamatot, ami a hitelező, mondjuk így, hogy a bajba került családtag, tehát az adós között az egyeztetések során keletkezik. És egy olyan szisztémát, egy olyan háztartásvezetést, egy olyan életvezetést ír elő, vagy abban segít az adósnak, amelyik mondjuk 5 év alatt eltakarítja az adósságot, és utána tiszta lappal indul mindenki. De például ezt milyen feltétellel lehet kérni, és egyáltalán hány adóson segíthet? Azokon segít, akik belépnek a rendszerbe, mert valóban vannak feltételek, ez az, hogy egyszerűen teljesíteni kell a csődvédelmi biztosnak az előírásait. Bizonyos dolgokra szabad költeni, másra meg nem szabad, de ezt ki lehet alkudni, ki lehet csinálni lényegében egy kasszát, azt mondjuk, hogy nekünk erre van szükségünk, ezt feltétlenül szeretnénk finanszírozni mondjuk a gyerek tanulásából valamit, de egy másik oldalon csípünk le, ezt előre évekre meghatározzuk, és akkor annak megfelelően, hogyha ki sikerül a megállapodás a hitelezővel, a bankokkal, akkor teszem azt 5 év után mindenki tiszta lappal folytatja. Igen, de például ezt ki felügyeli, ki határozza meg, hogy valóban mire van szükség, és valóban arra van-e szükség, amire azt az adós kéri. Tehát lesz ennek egy felügyeleti rendszer, vagy egy felügyelő családonként? Pontosan családonként egy felügyelő, ez egyébként komoly képzést igényel, mert jogi, pénzügyi, államigazgatási ismerettségek kellenek, és ehhez, hogy a rendszer teljesen fölépüljön és tudjon működni, bizony idő kell, de az adósoknak a hitelfutam ideje bizony sokszor 15-20-25 év, úgyhogy szükség lesz rá. Alelnök úr, egyetlen egy dolog röviden a végén, valóban ön lesz a jövőben a Nemzeti Színház kommunikációs vezetője? Ez még korán sem lefutott kérdés. Én a pályázat során Vidnyászky Attila elképzeléseit a Nemzeti Színház évére azzal a aláírással, azzal a megnevezéssel támogattam, hogy ott szerepelek. Ezt tettem ezt szakmai, emberi és művészi okokból, és majd az igazgató úron fog múlni, hogy ezt
a jövőben folytatjuk egy-egy működés keretében, vagy nem. De például a kettő nem zárja ki egymást? Tehát összeférhet, hát úgy, hogy ön például a Parlament Kulturális és Sajtóbizottságának alelnöke, tehát egyben betöltheti a Nemzeti Színház kommunikációs vezetői posztját is, tehát itt nincs összeférhetetlenség? Hát nem a Parlament Kulturális Bizottsága az irányító szerve a Nemzeti Színháznak, tehát ilyen értelemben nem, nincsen összeférhetetlenség. Az lehet kérdés, hogy lehet-e bírni ennyi munkát, úgyhogy mind a két helyen teljesít az ember 100%-osan. Ez pedig attól függ, hogy milyen lesz a közélet, a politikai kampány állapota, és hogy mennyi munkánk lesz. És egész biztos, hogy úgy fogom bérlegelni, hogy ezt a főtevékenységet, ami nyilván a képviselőség, az ne veszélyeztesse. Innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm, hogy eljött és elmondta. Én köszönöm a meghívást.